korszerű épületben, felavatták Tiszavasváriban a járási hivatal foglalkoztatási osztályának új épületét. Biztonságosabb közlekedés, átadták a körforgalmat a 41-es számú főút és a Vezér utca csomópontjában Nyíregyházán. Interaktív kastélymúzeum, megújult a Degenfeld kastély Baktalórendházán. Egy új modell kiépítésével munkát adó társadalmat kell építeni Magyarországon, hangsúlyozta Cseresnyés Péter államtitkár Tiszavasváriban, ahol átadták a járási hivatal foglalkoztatási osztályának új épületét. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A rendezvényen elhangzott, a városban a munkanélküliség magasabb, mint az országos átlag. A kormány célja, hogy a foglalkoztatottság nőjön, az álláskeresőket pedig komfortosabb, jobb körülmények között tudják fogadni. Hazánkban 25 éve nem volt olyan magas a munkába állók aránya, mint az idei évben, hangzott el a rendezvényen. Ez az aránya közfoglalkoztatottak nélkül is magasabb, mint valaha volt. Egy Európai Uniós és hazai támogatásnak köszönhetően most 6 milliárd forintból 56 munkaügyi hivatalban fejlesztenek országszerte. 6 milliárd forintot tudtak elkölteni hivatalok arra, hogy a foglalkoztatás politikai irányelveket, azokat az elképzeléseket, amelyet a kormány fontosnak tart, meg tudják valósítani, kényelmesebb körülmények között tudják fogadni azokat az érdeklődőket, akik a munka elhelyezkedés, a munkapiac iránt érdeklődnek, elhelyezkedésük iránt érdeklődnek. Nagyon-nagyon fontos ez nekünk, hisz egy munkaalapú társadalmat építünk, azt szeretnénk, hogyha mindenki munkából tudna megélni, aki dolgozni akar, és aki dolgozni képes, ehhez pedig olyan helyszíneket, olyan helyeket kell biztosítani, olyan lehetőséget kell biztosítani, ahol a munkaerőpiaci kínálat és a munkát kereső emberek találkoznak, és lehetőség szerint olyan információkat kell szolgáltatni, aminek a segítségével egymásra talál a kereslet és a kínálat. A megyei kormányhivatal 10 járási foglalkoztatási osztálya közül a Tiszavasvári az egyik legnagyobb forgalmat bonyolító hivatal. Idén közel 100 millió forintot költöttek el foglalkoztatás bővítő támogatásokra, és több mint 300 embert vontak be a közfoglalkoztatottakon túl különböző képzésekbe. Jelen pillanatban most itt a Tiszavasvári kirendeltség foglalkoztatási osztály illetékességi területén közel 1600 regisztrált álláskereső tartó nyilván, és közel ennyi, több mint 1400 közfoglalkoztató dolgozik ebben a térségben. Tehát a kormány elsőleges célja, és a kormányhivatal elsőleges célja is, hogy foglalkoztatva legyenek az emberek, ne munkanélküliek legyenek, hanem munkaviszonyból éljenek meg. Lehetőleg az elsőleges munkaerőpiacon hosszú távú foglalkoztatásban, de ha nem sikerül, akkor a közfoglalkoztatás keretében. A hivatalban hamarosan a hozzájuk forduló álláskeresőket komfortosabb, jobb körülmények között tudják fogadni. Átadták a körforgalmat a 41-es számú főút és a Vezér utca csomópontjában Nyíregyházán. Az érintett útszakaszon megerősítették továbbá az útburkolatot, 5 új buszöblöt alakítottak ki, valamint korszerűsítették a közvilágítást. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beruházása a korábban balesetveszélyes csomópontban 346 millió forintba került, 85%-a uniós, 15%-a hazai forrás. Több évtizedes problémát oldott meg Oroson a 41-es számú főút és a Vezér utca kereszteződésében kialakított körforgalom. A közlekedési csomópontban korábban számos baleset történt, és meglehetősen veszélyes volt az úttesten való átkelés. A beruházás eredményeként minimálisra csökkent a baleseti kockázat. Nagyon örülök, hogy megvalósult ez a fejlesztés, és egy nagyon jó példája az önkormányzat, a lakosság és az államigazgatás együttműködésének. És ugye itt nem csak egy körforgalomról van szó pusztán, a gyalogátkelés sokkal biztonságosabb, a tömegközlekedés is, hiszen buszöblök is épültek, új buszváró, és az egész közvilágítás is ennek megfelelően kiépült. Sesztát Miklós fejlesztési miniszter kiemelte, az előző uniós ciklusban a megyében 75 milliárd forint értékben 105 kilométer utat építettek, illetve újítottak fel, de még jócskán van tennivaló a közút fejlesztés területén. Hetente többször járom a megye útjait, és pontosan látom a problémákat. Látom a napi működésből eredő problémákat, hol vannak kátyuk, de látom azokat a problémákat is, hogy hol kell még fejleszteni.
A fejlesztési miniszter elmondta, 2016-ban folytatódik a Nyíregyházát nyugatról elkerülő út és a kisvárdai déli tehermentesítő út építése, valamint tervezési szakaszban van a Vásáros-Naményt Záhonnyal összekötő gyorsforgalmi út. A távlati cél pedig az, hogy a megye jelentősebb határátkelői autópályán legyenek megközelíthetőek. Új mentőállomást avattak Kölcsön és Tiszaadonyban. Ezzel a térségben számottevően nő a sürgősségi betegellátás biztonsága, hiszen a korábbi években a kiérkezési idő a riasztások közel 60%-ában meghaladta a 15 percet. A kölcsei mentőállomás kialakítása több mint 100 millió forintba került. A beruházás az Országos Mentőszolgálat nagy projektjének része, amelynek keretében országszerte 22 új mentőállomást létesítettek. A megyében az egyiket Tiszaadonyban, a másikat pedig itt Kölcsén. Összességében a két mentőállomáson két-két új autó, teljesen új autó indul el, új felszereléssel, nagyjából új dolgozókkal, összesen 30 új dolgozó munkahelyet teremtettünk gyakorlatilag ezzel a két mentőállomáson. A kölcsei fejlesztés 21 településen több mint 12.500 lakost érint, és tehermentesíti a területet eddig ellátó Mátészalkai, Vásárosnaményi és Fehérgyarmati mentőállomásokat. Még annak idején a parlamentben 2010 előtt interpelláltam, hogy bár a akkori kormányprogram előírta, hogy 15 percen belül érkezzen ki a mentő, de itt a határ mentén Kölcse és a Tiszaáti térségben, valamint a Beregi öblözetben, Tiszaadony és térségében sajnos képtelenség volt Vásárosnaményból és Fehérgyalmatból kiérni 15 perc alatt, és nagyon örülök annak, hogy most egy olyan eseményen lehetünk jelen, ahol a 22, az országban megvalósuló 22 új mentőállomás közül kettő ebben a megyében, és kettő ebben a választókörzetben valósul meg, olyan térségekben, ami korábban fehér folt volt, hiszen életeket ment, az emberek sokkal nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hogyha mentőállomás van a elérhető közelségben. Az OMSZ fejlesztésével jelentősen javul a sürgősségi betegellátás biztonsága a megyében. Az MSZP valamennyi megyei szervezete rendez karácsony előtti adománygyűjtést, amelyre még keddig várják a tartós élelmiszereket, játékokat, meleg ruhát, hangzott el a párt mai nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Veres János megyei elnök elmondta, Nyíregyházán egy civil szervezet segítségével 150, míg megyeszerte közvetlenül a családoknak több mint 1000 adománycsomagot tudtak eddig szétosztani a rászorultak között. A sajtótájékoztatón a pártvezető azt is hozzátette, határozottan felszólítják a magyar államkincstárat, hogy karácsony előtt minden elmaradt járandóságot fizessenek meg a közszférában dolgozóknak. Tiltakozunk egy olyan helyzet ellen, amely helyzetben a mi megyénkben is sokan érintettek, nevezetesen, hogy a magyar államkincstár nem fizeti ki a bérét, illetve a vállalkozói díját azoknak, akik szerződésben állnak a magyar állammal, annak valamilyen szervezetével. Számunkra ez elfogadhatatlan. Csak emlékeztetőül mondom, hogy a válság legkeményebb időszakában 2008 őszén sem fordult olyan elő, hogy ne fizette volna ki a magyar államkincstár kötelezettségeit. Valamennyi közszolga, valamennyi közalkalmazott mindig időben megkapta a munkabérét, most pedig sokakkal előfordult az, hogy nem kaptak bért időben. Megújult a Degenfeld kastély Baktaló rendházán. A beruházás eredményeként létrejött kastélymúzeumban az országban egyedülálló interaktív kiállítások várják majd a látogatókat. A kastély jövő év márciusában nyílik meg a nagyközönség előtt 14 állandó és 4 időszaki tárlattal. A baktalórendházi Degenfeld kastély legutóbb tüdőszanatóriumként működött, az elmúlt két évtizedben viszont üresen állt a hozzá tartozó 12 hektáros parkban. Európai Uniós forrásnak és kormányzati támogatásnak köszönhetően 588 millió forintos beruházás eredményeként egy olyan múzeumot alakítottak ki a kastélyban, amely innovatív technikai megoldások segítségével hívja időutazásra a látogatókat. Sikerült Baktaló rendházának egy olyan létesítményt megvalósítania, amely minden ide látogató, minden környékbeli számára vonzó lehet, legyen az akár fiatal, idős, minden korosztály számára a kastélymúzeum látványosságot tud nyújtani, egyedi látványosságokat, érdekességeket a hagyományos múzeumi funkcióktól eltérően is. A megyei közgyűlés elnöke a felújítás folytatásának lehetőségéről is szólt az átadó ünnepségen.
Látjuk a továbbfejlesztés lehetőségeit is. Biztos vagyok benne, hogy akár a TOP-nak, akár más ágazati operatív programoknak, akár határmenti együttműködési programoknak újabb szép eredményeinkkel büszkélkedhetünk itt a közeljövőben, hiszen bár nagyon értékes és fontos ez a kastély, a kertje az legalább olyan értékes és fontos volt. A kertet is még, ugyan történtek a kastély környezetében felújítások, de a kerttel is még, a parkkal is foglalkozni kell a közeljövőben. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint a megye egyik turisztikai vonzereje lehet a kastélymúzeum. A kultúra közvetítésében is nagy szerepe van. Be kell illeszteni Szabolcs-Szatmár-Berg megye turisztikai térképébe szolgáltatásába, és azt gondolom, hogy egy olyan fénypontja lehet ennek a megyének, ami tovább folytatódik, és akár az Andrássy kastélyról beszélünk, akár a Jékely kúriáról beszélünk, vagy azokról a kastélyprogramokról, amelyek megvalósultak már, és remények szerint meg fognak még ebbe a megyébe valósulni. A felújított épületben 14 állandó és 4 időszaki kiállítás várja majd jövő év márciusától a látogatókat, de klasszikus zenei koncerteknek, kórus találkozóknak és szakmai fórumoknak is otthont ad majd a Kastélymúzeum. Átadták a Nyíregyháza Tokajjal összekötő kerékpárút Tiszanagyfalut érintő szakaszát. A teljes útvonal várhatóan jövő év végéig készül el. Az ünnepségen elhangzott, a beruházás következtében nő az érintett települések közlekedés biztonsága, valamint turisztikai szempontból is jelentős eredményeket hozhat az elkészült kerékpárút. Korábban a jelentős forgalmú 38-as számú főúton kellett tekerniük azoknak, akik biciklivel akartak eljutni Nyíregyházáról Tokajba. A napokban átadott Tiszanagyfalui kerékpárút szakasszal összesen már 7,5 kilométernyi biztonságos út áll a biciklizők rendelkezésére, a teljes összeköttetéshez még 22 kilométernyi útszakasz hiányzik. A kerékpárút projekt Tiszanagyfalu községi önkormányzata ez év szeptember 1-én pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium keretében meghirdetett külteri kerékpárút fejlesztési projektre. A minisztérium ezt a pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte meg, így 163.165.155 forint összegben nyertünk ezen a pályázaton, amiből 2377 méter kerékpárútat tudtunk létrehozni. A településen azért jelentős az útszakasz megépítése, mert így kerékpárról is biztonságosan megközelíthetők a külterületi zárt kertek. Posta György, Tokaj polgármestere elmondta, ha tovább épül a Nyíregyházát Tokajjal összekötő szakasz, az a turizmus szempontjából is jelentős eredményeket hozhat minden érintett település számára. Úgy ítéljük meg, hogy Tokaj és Nyíregyházát turisztikailag ki tudja egészíteni az adottság, ami Nyíregyházán van, meg az nincs meg Tokajban, ami Tokajban van, meg az nincs meg Nyíregyházán, és egy kerékpáros közlekedéssel ezeket az adottságokat össze lehet kötni, és jobban ki lehet használni azt a turisztikai előnyöket, amelyet a két város tud most jelen pillanatban képviselni. Úgyhogy rettenetlenül örülök annak, hogy a miniszterelnök úr ezt fontosnak érezte, hogy ez a kerékpárút megépüljön. Orbán Viktor miniszterelnök Nyíregyházán tett novemberi látogatása alkalmával bejelentette, jövő év december 15-éig teljes hosszában megépül a Nyíregyházát és Tokajt összekötő kerékpárút. Mintegy 30%-kal több az otthoni tűzesetek száma a téli hónapokban. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Több mint 1800 élelmiszercsomagot osztottak ma ki Rakamazon. A város képviselő testülete határozatban döntött úgy, hogy a téli tanítási szünetben napi egyszeri hideg élelmet biztosítanak a gyermekek számára. Bor és irodalom címmel rendeztek estet a Művés stúdióban Nyíregyházán. A rendezvényen Lator László költővel Weiser Alinda kulturális szerkesztő beszélgetett. Mintegy 30%-kal több az otthoni tűzesetek száma a téli hónapokban, derül ki a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság adataiból. Sok esetben figyelmetlenség miatt keletkezik tűz a lakásokban, erre hívták fel a figyelmet a szakemberek egy nyírbátori bemutatón. A téli időszakban és főleg az adventi hetekben magasabb a lakástüzek száma. Átlagosan 30%-kal több bejelentés érkezik ilyenkor. Sokszor egy szobában hagyott égő gyertya okozhat súlyos károkat. Ezt próbálták meg bemutatni a katasztrófavédelem munkatársai Nyírbátorban. A legfontosabb szabály az, hogy a gyertya rögzítése megfelelő legyen, hiszen egy apró húzat is már ugye eldöntheti a gyertyát, és ezáltal ugye a tűz terjedésének meg lesz a lehetősége. Aztán a gyertya környezetében az éketőanyagokat mindenképpen távolítsuk el. Magát az adventi koszorút akkor járunk el helyesen, hogyha nem éghető alátéttel látjuk el. Aztán
Ezeket a karácsonyi izzósorokat, amennyiben beszerezzük, minden esetben ellenőrzött forrásból szerezzük be. Nyilván, hogyha nem megfelelő típusú, nem megfelelő szabványú, akkor fennáll a veszélye, hogy elektromos tűz keletkezhet. Tűz esetén a 105-ös és a 112-es segélyhívó számokon tehetünk bejelentést, ahol közölni kell a fontos adatokat, ilyen információ, a pontos helyszín, illetve az, hogy mennyire veszélyezteti a tűz a környezetet és az ember életet. Több mint 1800 élelmiszer csomagot osztottak ma ki Rakamazon. A város képviselő testülete határozatban döntött úgy, hogy a téli tanítási szünetben napi egyszeri hideg élelmet biztosítanak a gyermekek számára. Rakamaz polgármestere a csomagosztáson kiemelte, a mai napon 600 gyerek mellett több mint 1200 szépkorú is kapott csomagot. Ezek a felvételek az egyik rakamazi általános iskolában készültek, a gyerekek és szüleik regisztráció után az aulában vehették át az élelmiszer csomagokat. A téli szünet idejére ez tartós élelmiszerekből tevődik össze, mintegy 4000 forint értéket képvisel egy csomag, kapcsolódva a kormányzatnak azon elképzeléseihez, hogy minden gyerek lakjon jól, tehát az önkormányzat a téli szünet idejére is biztosítja a gyermekeknek az étkeztetését. Joghurt, tej, almalé, májkrém és téli szalámi, többek között ezek sorakoztak a csomagokban. Ám az élelmiszerosztás nem csak a gyerekeket érintette, a településen több mint 1260 év felettit is segítenek az ünnepek előtt. A rakamazi polgármester többekhez személyesen vitte ki a csomagot. Mindenkinek nagyon nagy segítség, főleg akinek sok gyerek van, és a nyugdíjasok is nagyon hálásak. A postán mindenütt hallom, hogy istenítik a polgármestert, mert ez nagyon nagy segítség sok családnak. Például az én szüleim is nagyon jó néven fogadták, mert nem nagyon volt még erre példa. A város képviselőtestületének határozata szerint azoknak a kisgyerekeknek is biztosított az önkormányzat csomagot, akik 2015. augusztus 31. napjáig 2,5 életévüket már betöltötték. A kisgyermekeket, iskolásokat és időseket is érintő élelmiszerosztásra saját önkormányzati forrást használt fel Rakamaz, és már Mikulás előtt is segítettek a családoknak. Összesen 8 millió forintos szociális keretet használtak fel így a két jótékony akcióra. Bor és irodalom címmel rendeztek estet a Művész stúdióban Nyíregyházán. A rendezvényen Lator László költővel Weiser Alinda kulturális szerkesztő beszélgetett. A különleges esten a nézők nemes borokat is kóstolhattak. Rendhagyó estet rendeztek a Móricz Zsigmond Színház Művész stúdiójában. Az irodalombarátok ezúttal Lator László Kossuth-díjas költővel találkozhattak, akit az ismert műsorvezető Weiser Alinda kérdezett. A költő mesélt pályája indulásáról, arról, hogy milyen hatással voltak munkásságára József Attila versei. A nézők megtudhatták azt is, hogy a természeti képek a költő gyerekkorát idézik a verseiben, a gyakran megjelenő halálmotívum pedig a Leventeként megélt Brest-Litovszki hadifogolytábor hatása. Lator László úgy véli, annak ellenére, hogy mostanában versek helyett esszéket ír, mégis nagyon fontos számára az olvasókkal történő személyes találkozás. Felfedeztem magamba pedagógus hajlamot, amikor 1951-től gimnáziumban tanítottam, később egyetemen, és élveztem, hogyha meg tudtam érezni, vagy meg tudtam látni az arcokon, hogy figyelnek rám. Vagyis ez egyfajta, ha úgy tetszik, színészi, vagy akár komédiás hajlamnak is mondhatnám. A versekhez közel kerülni, az olyan fajta versekhez, amilyenek az én verseim, azt így nem igazán lehet, legfeljebb felkelthetjük az érdeklődést. De ahhoz, hogy egy verset, egy mondjuk, hogy modern verset a lelkünkbe, idegeinkbe fogadjunk, ahhoz el kell, és nem is egyszer olvasni. Az esten az irodalom a bor művészetével is összekapcsolódott, ugyanis a közönség egy hegyaljai pincészet nemes nedőit is megkóstolhatta. Mindig örülök, hogyha a borkultúrának a fejlődése az valakiben párhuzamot szül, és más kulturális dolgokkal összekapcsolhatjuk. A különleges hangulatú estnek a szervezők tervei szerint folytatása is lesz majd a közeljövőben, amikor a kortárs irodalom kiemelkedő alakjaival találkozhat a nyíregyházi közönség.
Szombaton az év utolsó meccsén lép pályára a Malsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő jelenleg 12. helyen álló együttese a negyedik helyezett Albafehérvár csapatát fogadja. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában. Legutóbb a harmadik fordulóban a Pécs ellen nyert hazai környezetben a Malsó-Nyíregyháza, így az év utolsó meccsén mindenképpen győzelemmel szeretnének búcsúzni a szurkolóktól Lekliék. Nem lesz könnyű dolga a házigazdának, mivel az Albafehérvár a gyengébb bajnoki kezdést követően egyre jobb formában játszik. A center 3 évvel ezelőtt bajnokságot és kupát nyert fehérvári színekben, épp a jelenlegi edző Branislav Zunic irányításával így tisztában van azzal, hogy mit várhat a szombati ellenféltől. Ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, ahol nem mi leszünk a mérkőzés esélyesei. Ugye a Fehérvár az egy nagyon komplett csapat, nagyon jó légiós és magyar maggal rendelkeznek, illetve ezt a gyors kosárlabdát játszák, ugye Zunic ezt nagyon szereti. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk a védekezésre, a lepattanókra, az eladott labdákra, mert kőkeményen támadnak minden egyes passávot, mindenki megy a lepattanóért, támadó, illetve védő lepattanókért, és nagyon nehéz lesz a körtén belül dolgozni, mert szinte mindenki oda koncentrálódik, és onnan rohannak, kisprintelnek ki a hárompontos, illetve a középtávoli dobásokra. A korábbi meccseken rendre akadt egy-két átlagon felüli teljesítmény a nyíregyháziaknál, Lekli szerint ezúttal többre lesz szükség a remélt győzelem megszerzéséhez. Fehérvár ellen úgy van esélyünk, hogyha nagyon masszívan tudunk védekezni, illetve legalább 4 ember, én úgy gondolom, hogy 4 embernek kéne extrát hoznia, ugyanúgy, mint Berénybe, hogy sikerült 4 embernek jól játszani, mert 1-2 ember extra teljesítménye szerintem kevés lesz erre a mérkőzésre. A forduló további párosítása a következő: Kecskemét Pécs, Zalaegerszeg Atomerőműese, Körmend Szolnok, Kaposvár Jászberény, Sopron Mafc és Szeged Szombathely. A Malsó-Nyíregyháza Albafehérvár mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják az összecsapást. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat röviden még egyszer. Egy új modell kiépítésével munkát adó társadalmat kell építeni Magyarországon, hangsúlyozta Cseresnyés Péter államtitkár Tiszavasváriban, ahol felavatták a járási hivatal foglalkoztatási osztályának új épületét. Átadták a körforgalmat a 41-es számú főút és a Vezér utca csomópontjában Nyíregyházán. Az érintett útszakaszon megerősítették továbbá az útburkolatot, 5 új buszöblöt alakítottak ki, valamint korszerűsítették a közvilágítást. Megújult a Degenfeld kastély Baktalóránt házán. A beruházás eredményeként létrejött kastélymúzeumban az országban egyedülálló interaktív kiállítások várják majd a látogatókat. A Kölcsey Televízió iradóját látták pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, a hétvégén pedig krónikával várom majd önöket, híreinket továbbra is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós, szürke időre számíthatunk kisebb esővel. A légköri frontok továbbra is csak súrolják térségünket, ezért időjárásunkban lényeges változás egyelőre nem várható. Éjjel is túlnyomóan borult lesz az ég, párás marad a levegő, köd is képződhet. Szorványosan előfordulhat szitálás, eső, néhol esetleg ónos eső is. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is folytatódik a borongós, párás idő, a nap első felében esőre is számítani lehet, a szél gyenge marad. Délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban is anticiklon lesz a meghatározó, térségünkben túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósan ködös időre van kilátás, itt-ott szitálással, számottevő mennyiségű csapadék nélkül. A hőmérséklet sem változik lényegesen, éjszaka +1, napközben +3, +4 fok körül alakul.